Jó estét kívánok, egy új hét, és kezdjük a hétfői naphírét Donát Annával, Vona Gáborral és Holoda Attilával ülünk itt négyesben, és hát nagyon sokan, mint mások, mi is most az adás elején Bálint gazdára fogunk emlékezni, mert hogy ugye a híradóban is már beszámoltunk róla, hogy 101 éves korában elhunyt, és hát ugye sokan írták azt, jó estét kívánok mindenkinek, hogy hát micsoda hét volt ez ugye először Benedek Tibor halála után, utána pedig Bálint gazda halála, és akkor azon gondolkodtam, mert tényleg gyakorlatilag mindenki szeretettel emlékezik mind a két emberre, hogy milyen érdekes az, hogy azt mondjuk, hogy ma a világon az érvényesül a világban, aki törtető, aki nagyszavú, aki megmondja a tutit, aki egyik sikerét a másikra halmozza egy éven belül, és pont ennek a két embernek az életútja, a személyisége az bizonyítja, hogy mégis példakép nem ilyen emberből lesz, hanem aki alázatos, szerény, dolgozik. Azért ez egy jó jel, nem? Hát alapvetően biztos azért van, mert emellett, hogy tényleg ilyen emberek vannak, meg ez érvényesül most, hogy töltet, letapos mindenkit, amellett azért szeretetre vágyunk, hétköznapi szeretetre, és ők hétköznapi szerethető embereink voltak. Szerintem mindenkinek ilyen családtagként volt, és szerintem azért is viselte meg jobban most ezt a társadalmat, ezt elveszítettük őket. Még ez az ellentét azért működik, mert gyakorlatilag mást ez nem mond, mint az, hogy mindenünk át van politizálva, hiszen a politikában a megosztó a sikeres, a hétköznapokban a legsikeresebb emberek pedig azok, akik a leginkább közel hozzák a másikat, a legkevésbé megosztóak. És amúgy van egy nagyon érdekes ellentét is a két úr között, az egyikük tragikusan korán értedetlenül veszti el az életét, a másikuk túléli a holokausztot, és tovább él, mint amit bárki álmodhatna róla. És ez is mutatja, hogy az élet önmagában mennyire megfoghatatlan, és minden percet értékelni kell, és mind a kettők élettörténete azt mutatta, hogy ők nem azt nézték, hogy meddig tart, hanem hogy most mit tudok neked adni. És ez köti végül össze a két általunk most nagyon gyászolt ember. Nekem annyi kis személyes kapcsolódásom van, bár személyesen nem ismertem Bálint gazdát, de ő is gyöngyösi születésű volt, mint jó magam, és volt is egy szervezet, a Gyöngyös barátainak kör, aminek mind a ketten tagjai voltunk, és én azt gondolom, hogy nincs ellentmondás a felvezetésben elmondott két dolog között. Tehát ebben a világban, a mai világban valóban az érvényesül, aki törtet. Kérdés az, hogy hosszú távon, ahogy az el is hangzott, példaképé tud-e válni az, aki erre építi az életét, és ez a két sajnálatos haláleset, az azt bizonyítja, hogy nem. Ami szerintem a mi szempontunkból érdemes átgondolásra az, hogy miért van az, hogy mindig el kell mennie valakinek ahhoz, hogy ezt átélessük így közösen. A nemzethez való közös tartozásunk, az miért kell valakinek elmennie? És erre nem tudjuk a választ. Nem tudom. Hogy életében tudjuk-e vajon értékelni az ilyen embereket a helyükön? Mert azért mind a kettőjüknél van egy kicsi hiányérzet. Az igen, van. Hát Bálint gazdánál szerintem van. Tehát nem olyan régen volt, hogy 10 polgárnak jelölték, és nem szavazták meg. Holott az ember azt gondolta volna, hogy ki, ha nem ő. Nem is tudom, hát Benedeknél meg nyilván az, hogy csak nem sikerült ez a fránya olimpia, tehát hogy már szövetségi kapitányként, tehát hogy úgy mindenki szurkolt neki, úgy nagyon megérdemelte volna, és úgy szerintem mindannyiunknak fájt egy kicsit. Még csak három mondatot ide idéznék, mert a hvg.hu csinált egy összeállítást a legszebb mondataiból Bálint Györgynek, és az egyiket, hogy ő a saját életére, hogy gondolt vissza, azt még gyorsan felolvasom. Arról volt szó az interjúban, hogy Tarnabondon elindult egy konyhakert program, és beszélgetett a polgármesterrel, és akkor innentől idézett, egyszer csak odaszalad egy cigányasszony, és tényleg szaladt, három gyermekét egyedül nevelte, és azt mondja, Gyuri bácsi, lesz mit enniük a gyerekeimnek, a pincében már van 8 zsák krumpli, amit én termeltem. Ha egyszer oda feljutott, és felmutatott az égre, ha oda feljutok, és megkérdezik, csináltam-e valami jót ebben az életben, ezt a történetet biztosan el fogom mondani. Nyugodjék békében, és Bánó András, aki könyvet írt Bálint Györgyről, lesz majd Rónai Ágon egyik vendége az Egyenes Beszédben, és utána is ráemlékezünk az egyik húzós interjúval, és Dézsi Zoltán pedig egy portréfilmet forgatott róla, úgyhogy ezeket is ajánlom a figyelmükbe, és akkor most belevágunk az aktuál politikai témákba, mert hogy volt egy akció hétvégén, amit a budapesti főpolgármester szervezett, Stop Budapest címén, szeretné azt, hogyha
tömegek állnának mögötte, hogy sikerüljen a költségvetést egy picit módosítani Budapest javára. Röviden összefoglaltuk, mi történt. Stop Budapest adó. Ezt festették fel vasárnap délelőtt a pesti alsó rakpartra. A főpolgármester és több ellenzéki polgármester így tiltakozott a jövő évi büdzsé ellen. Az a költségvetés, amit a parlament elfogadni készül, az gyakorlatilag dupán adóztatná a budapesti polgárokat, hiszen gyakorlatilag a budapesti önkormányzat befizetővé válna a költségvetésben. Azon kívül, hogy el kell látnunk rengeteg fontos feladatot. A főpolgármester a Lánchídról úgy fogalmazott, a kormány annyi pénzt venne el a budapestiektől, amennyiből évente kijönne egy Lánchíd. Közben a 24.hu számolt be róla, hogy 65 milliárdnyi forrás zárolt a fővárosi önkormányzat az adóbevétel kiesések és elvonások miatt. Nem újítják fel a városházát, de utak, terek, villamossínek felújítása is elmaradhat. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője viszont azt mondta híradónknak, Budapestnek nő az állami támogatása, a koronavírus járvány miatt pedig nem csak a fővárostól válnak el szolidaritást, hanem valamennyi önkormányzattól. Farkasörs hangsúlyozta, a kormány biztosítja a korábban megígért 6 milliárd forintot, az erről szóló kormányhatározat pedig azért nem jelent meg, mert a fővárosi önkormányzat döntésére várnak. És hogy konkrétan Blaha, Szénatér, Városháza felújítás került veszélybe az utak mellett. A Lánchídról azt mondta, hogy a Karácsony Gergely, hogyha beleroskodnak, akkor is meg lesz. De ha ezek tényleg elmaradnak, akkor a legvégén, a nap végén, a ciklus végén a választók mit fognak gondolni, hogy tényleg alkalmatlan, amit mond a kormányzati propaganda, vagy azt mondja, hogy hát igen, próbált kiszúrni a kormány a fővárossal, és sikerült. Én azt gondolom, hogy azért nem fog ez úgy bejönni, hogy ez most tényleg csak a Karácsony Gergő alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról szóljon, mert az összes többi önkormányzat borzasztó nehéz helyzetbe kerül. Nem lehet azt kimondani, hogy minden egyes önkormányzati vezető alkalmatlan, aki jelenleg ott van, és ők hasonló helyzetben lesznek, nyilván a saját méretüknek megfelelően, és nyilván egy budapesti önkormányzat sokkal inkább tálcán ott van mindenki előtt, az előtt is, aki csak vidékről följön. Én azt hiszem, hogy ez egy borzasztó fals megközelítés a kormány részéről, még akkor is, hogyha értem ennek a politikai motiváltságát, meg kell büntetni azokat a helyeket, ahol ellenzékiek jutottak szóhoz, mert ez tökéletesen illeszkedik a NER-hez. Ugyanakkor a Budapest esetében szerintem ez egy nagyon rossz pont. Próbálkoztak ők már más városoknál is. Én személyesen megtapasztaltam annak idején Hajdúszoboszlón, hogy milyen az, amikor nincs az ember a kormány ölében, és nem segítenek, hanem mindenki mást a környéken támogatnak, csak minket nem. Borzasztó nehéz így működni, de Budapest azért más. Hogyha mindig azt szokták mondani, hogy vidéken meg lehet nyerni a választást, ez való igaz, de kormányzatot, rendszert még eddig mindig csak a fővárosokból döntöttek meg. Azt gondolom, ezért várjuk meg a végét, ugyanis, mert itt csomó pénzt most elvonnak, és úgy néz ki, hogy rengeteg felújítás ezzel veszélybe kerül, de azért arról nem beszéltünk, hogy az elmúlt, az megelőző 9 évben, tehát Tarlós István alatt rengeteg minden mondjuk magasabb áron készült el. Én azt gondolom, hogy rengeteg kreativitással amúgy sok minden el fog tudni készülni, és erről beszélt Karácsony Gergő is, hogy most újra terveznek. Kisebb beruházások fognak megvalósulni. Csak hogy egy példát hozzak fel, hogy milyen az, amikor kreatív módon a problémát meg lehet oldani, még akkor is, ha a fejlesztés nem olyan magas röptű, amikor a Pikó András a járványban hirtelen elvesztett minden megtakarított pénzt, amivel ő az amúgy a terveit meg tudta volna valósítani, és egy dolgot nagyon hamar megígért, hogy közvécék lesznek a 8. kerületben, ami ott hatalmas probléma. Hát nem közvécéket építetett, tojtojokat rakott ki azokra a helyekre, ahol kell, amiket fertőtlenek is tisztítanak, sokkal kevesebbe kerül, és a problémát megoldotta. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergőjéknek is sok kreatív megoldásra lesz szükségük, újra tervezésre, és azt gondolom, hogy ha nem túlárazott beruházások történnek meg, hanem az történik, amire amúgy a pénzt költeni kell, akkor alapvetően sok minden meg fog tudni valósulni. És elsősorban amúgy most a budapestiek nem azt látják, hogy ő ne lenne képes vezetni a város, hanem az, hogy végre valaki harcol a kormánnyal. Úgyhogy hosszú távon kontraproduktív is lehet a kormánynak a logikája Budapesten. Én hogy kezdjem azzal, hogyha már a másik reformkor alapítvány nevében ülök itt, hogy elkeserít az, hogy
ezek a felújítások körüli viták így alakulnak, különösen a Lánchídnál, mert annak egy szimbolikája is van, és ne felejtsük el, bár erről keveset szoktunk még most beszélni, hogy 2025-ben lesz 200 éve a reformkor kezdete. Szerintem egy emlékévet mindenképpen megérdemelne, és hát nem tűnnek jónak az előjelek. Ezt javasoltuk is egyébként, hogy legyen egy emlékév ezzel kapcsolatban, de szerintem a vita az nem büntetés. Tehát, hogy valahol büntetés is, de nem biztos, hogy penitencia az elsődleges cél, lehet, hogy inkább prevenció. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a harc, ami itt most zajlik, az nem egy ilyen szokványos kormány, főváros háború, hanem már 2022-ről szól, és egy Orbán Viktor Karácsony Gergely csörte, aminek a magyarázata az, hogy Karácsony Gergely tűnhet, vagy lehet az ellenzéki oldalon az a személy, aki egy olyan ellenzéki miniszterelnök jelölté tud válni, aki komoly integrációval bírhat. Talán a legnagyobb integrációs erővel a jelenlegi ellenzéki politikusok közül, és én azt gondolom, hogy ezt valószínűleg bemérte a Fidesz. Tehát, hogy itt ez meg van mérve, és egyszerűen elkezdik tüzelni őt, megpróbálnak olyan helyzetet teremteni, amit már szóba került. Folyamatosan azt próbálják bizonygatni, meg kell nézni a nyilatkozatokat, hogy ő egy szerencsétlen, alkalmatlan ember, ergo nem alkalmas arra, hogy az országot majdan vezesse. Tehát szerintem már az ő karaktergyilkolászása zajlik ezen keresztül, és egy olyan helyzetnek a kikényszerítése, hogy ne tudjon a fővárossal kapcsolatban eredményeket felmutatni, állandóan defenzívában legyen, és ebben igazatok van, hogy ez Budapesten kontraproduktív. De nem is hiszem, hogy a Fidesz ez érdekli igazából. Tehát itt most, mintha én azt érezném, hogy Budapestet el is engedték, és arra koncentrálnak, hogy a Karácsony Gergő karakter, ami Budapesten sikerre jutott, az nehogy esetleg vidékre is importálható legyen, vagy exportálható, és ezért úgy tűnik, hogy minden ár megengedett, vagy mindenféle eszköz megengedett, még akár úgy is, hogy akár a saját városaik is, vagy a saját kerületeik is szenvednek. Hát igen, mert ugye ezek az elvonások elvileg sújtják a Fidesz vezető önkormányzatokat is. És milyen a módszer? Mert azért nem úgy tűnik, hogy Karácsony Gergelyék egyelőre szeretnének abba belenyugodni, hogy majd a kreativitással ellensúlyozzák a pénzt, ami most kiesik. És ugye volt ez az akció, ez a Stop Budapest adó felfújás. Ez mennyire működhet? Megmondom őszintén, én először ezt nem teljesen értettem, mert ugye kiderült, hogy ez nem egy tüntetés volt, azt még nem lehet, hanem az előre feliratkozott szimpatizánsokat értesítették, és akkor ők találkozhattak Karácsony Gergellyel, és akkor ott sétálgattak egyet a rakparton. Ez így mennyire jó ez a forma? Az, hogy mi mennyire jó, szerintem az mindig az idő dönti el, meg nyilván az eredményesség. Szerintem ez az a fajta találékonyságnak egyik próbája lehet, ami itt elhangzott, hogy ki kell találniuk valamit. Ebben a jelenlegi helyzetben sok eszköz nincs a kezükben. Én azt mondom, hogy én is kicsit furcsán néztem. Tehát nem nagyon értettem ezt az egészet, ráadásul az interneten is egymásnak ellentmondóan jött, hogy lesz, nem lesz, mi lesz, tüntetés lesz, nem az lesz, séta lesz, és aztán lett belőle valami, és én azon meglepődtem, hogy viszonylag sokan voltak. Tehát én nem gondoltam, hogy ilyen sokan lesznek. Szerintem ők is meglepődtek egy kicsit, hogy ennyien összejöttek. Hogy ez aztán a későbbiekben módszer lehet-e, nem hiszem, hogy egy ilyen néhány száz fős. Én most nem számolgattam meg, ők se bocsátkoztak bele, hogy hányan voltak, de azt nem gondolom, hogy ez lehet a későbbieknek a módszere, de hogy valamit jeleztek és próbálkoztak, abból a szempontból ez mindenképp jó, ahogy az is, hogy a budapestieknek egy része szükségét érezte, hogy azt mondja, hogy ő a mi főpolgármesterünk, ki kell mellette állni. Hogyha három hónap otthonülés után az emberek egy alig meghirdetett valamire így felkapják a fejüket, mert ahhoz képest, hogy tényleg semmi híre nem volt és marketing érték nem volt mögötte, nagyon sokan voltak. Én azt gondolom, hogy ez több oldalról egy tapogatózás volt. Egyrészt az emberek részéről, akik elmentek, azért is mentek el ennyien, mert teljesen mindegy, hogy ez most egy fura akció, vagy séta, vagy tüntetés, de most már ki akarom mutatni az elégedetlenségemet. Ez most már több, mint a dudálgatás. A másik oldalról pedig nyilván tüntetni még nem lehet. Hányan mozdulnak meg csak azért, mert arra kérem, hogy szolidarítsanak velem, mint városvezetővel, ha csak feldobom, hogy esetleg arra megyek. És azt gondolom, hogy mind a két oldal megmutatta, hogy igény lenne a másikra, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb most már rendesen tüntetni is lehet, és remélhetőleg az emberek újra úgy érzik, hogy hangot kell adniuk az elégedetlenségeknek, mert amíg ez a fotelek szintjén marad, addig kormányváltás nem lesz. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból kell értelmezni, hogy mi volt Karácsony Gergely célja. Tehát, hogyha ő 2024-ben
főpolgármester jelölti ambíciókkal rendelkezik, tehát szeretné újrázni, akkor ez egy sikeres demonstráció volt szerintem. Hogyha kormányváltásban gondolkodik esetleg, és akár miniszterelnök jelöltként, akkor azt gondolom, hogy ez még önmagában kevés. Uh-huh. Azért arra a kis táblára hadd hívjam fel a figyelmet, ami ott mögötte megjelent. Szerveztem már tüntetéseket, azt általában nem a társadalom szokta odahozni, hanem a marketing csapat. És ott azon az állt már, hogy Orbán vigyáz Karácsony Gergely Budapest mellett áll. Tehát ami nekem ebből lejött, így egykori politikusként, hogy itt úgy tűnik Karácsony Gergely beleáll ebbe a csatába. És ez Budapesten nagyon szimpatikus lesz. Kérdés, hogy majd vidéken ez mit jelent. De ez érdekes, hogy a vidéket mindig ide hozzuk. Mi már ugye beszéltünk erről egy másik nap hírében, szóval hogy ez vidéken hogy csapódhat le ez az egész meccs, mennyire érdekli, mennyire nem a vidékieket. Először is úgy kell kezelni, a vidék, mint olyan nem létezik. Ez teljesen igaz, mint az ellenzék, úgy unblock sem létezik. Igen. Vannak a nagyvárosok, ahol teljesen más egy ilyennek a fogadtatása, mert ott is olyan tömegek mozdulhatnak meg akár egy ilyen sétálgatásra is. Egy kis faluban nem fog megmozdulni, hogyha el lehet képzelni, hogy egy kis falu polgármestere kiáll, és azt mondja, hogy nem. Ott más akciók vannak, gondoljunk csak a Bogdán-Laci féle önkormányzatra, ahol másképp demonstrálják azt, hogy ők együtt vannak, és együtt akarnak valamit tenni. Én azt hiszem, hogy a Budapestre azért mindig a vidékiek is egy kicsit úgy, hogy mondjam, lehet rossz szó, de azért fölnéznek, tehát egy mintát ad, és a Budapest minta az ragályos lehet. Még akkor is, hogyha nem fog megnyilvánulni tüntetések, vidéki tüntetéseket, uh-huh. Én nagyon nehezen tudok elképzelni. Tovább lépünk, de még mindig a figyelemfelkeltő akciók rovatunkkal jelentkezünk, mert hogy bejártam a sajtót, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az akciója, ami már nálunk most a napképe rovatban szerepel. Hát igen, itt gyakorlatilag mesztelen bölcsődei, vagy alsóneműs bölcsődei dolgozókat látnak, akik ugye papírral takarták ki azt, amit hát nem szerettek volna azért megmutatni a nyilvánosságban. És az akció lényege az, hogy megkérték a dolgozókat, hogy mutassanak fényképet magukról abban a munkaruhában, amit a munkáltatójuk biztosít a számukra, ami egyébként jogszabályi kötelezettség lenne, mert a jogszabály azt mondja, hogy a munkáltató köteles biztosítani a munkaruházatot, ha a munkakör ellátása a ruházat nagyfokú szennyeződésével jár, és akkor a koronavírusról még ne is beszéljünk. És hát ilyen munkaruhát, vagyis semmilyent sikerül biztosítani. Egyébként a szociális intézmények 40%-ában, és a gyerekvédelemnél meg 70%-ban nem sikerül munkaruhát adni. Ez egy ütős akció azért, és akkor azért a tartalomra is beszéljünk, mert hogy koronavírus kapcsán ez kifejezetten probléma volt. Ütős akció azért is, mert nyilván a koronavírus kapcsán ez azért jobban odafigyelnek az ilyen higiénia és egyéb dolgokra. A másik az, hogy a bölcsődei dolgozók nem nagyon tiltakoztak eddig, holott azért ők is abba a pedagógus körbe tartoznak, akiket az utóbbi időben bár szavakban borzasztó magasra értékel akár a miniszter, akár a miniszterelnök, de azért ők elég sok pofont kaptak az elmúlt időszakban, és őszintén szóval én nem nagyon értem, hogy miért ilyenen spórolnak. Tehát a bölcsődei dolgozók, az összes bölcsődei dolgozónak évente vennének új munkaruhát, és itt azért csak egy köppenyt kell érteni alatta. Valószínű, hogy Mészáros Lőrinc naponta többet keres, mint az összes, amit bekerül. Tehát én nem nagyon értem, hogy mondjuk az állam szervezete miért nem gondoskodik legalább azokról, akiknek a lojalitása a legkönnyebben megvehető. Még én ezzel vitatkoznék, hogy mennyire tekintik a bölcsődei dolgozókat pedagógusnak és megbecsülve. Szerintem pont ez a probléma. Én tekintem, nem azt mondtam, hogy ők tekintik, úgy általában ők nem. De hogy alapvetően, és szerintem ezért is fontos egy ilyen akció, főleg tőlük, mert hogy a társadalom sem. Tehát, hogy nem azért, de hogy akinek mostanság bölcsődéskorú gyereke van, azt szerintem megtapasztalhatja más édesanyáknak az elítélő mondatát arra, hogy te miért akarod bölcsődébe adni a gyereket, elválasztani magadtól, rossz anya vagy. A bölcsődei dolgozókra pedig dadusként tekintenek, aki egyszerűen csak így felügyel rájuk, hogy így addig is életben maradjon, amíg az önző anya dolgozik. Ezek csúnya és szélsőséges szavak, de szerintem ez az a tabu, amit végre ki kell mondani, hogy a bölcsődei dolgozókat nem tekintik pedagógusnak, pedig az ő
munkájuk, az, az a nulladik lépcső ahhoz, hogy utána majd az óvodába, az általános iskolába hát jól szocializáció első lépcső. Miközben azt is pontosan tudjuk, hogy jelenleg Magyarországon nem tudnak megélni a családok úgy, hogyha az anya nem megy vissza hamarabb dolgozni, részmunkaidős foglalkoztatás nincsen, és bölcsödei helyből nincsen elég. És szerintem azért fontos ez az akció, hogy felhívja magukra a figyelmet, mert elképesztő fontos munkát végeznek, és amúgy az összes többi szociális szférában sem kapják ezt meg, de róluk még csak figyelmet. Vona Gábor véleményét a bölcsödei dolgozókról a reklám után meghallgatjuk, megígérem. Pár perc múlva folytatjuk. Folytatjuk a Naphírét Donát Annával, Holoda Attilával és Vona Gáborral, és megígértem, hogy Vona Gábor is hozzáfűzheti a véleményét az előző témához. Emlékeznek, arról volt szó, megmutattuk a NAP képét a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének akciójáról, ahol a munkáltatók által adott munkaruhában fotózkodtak le a szociális szférában, illetve a szociális intézményekben dolgozó emberek, és hát mesztelenül, mert hogy a munkáltató nagyon sok helyen nem ad munkaruhát. Hát ez volt a témánk, és mondta Vona Gábor, hogy mindenképpen ehhez azért szeretne hozzáfűzni valamit. Még politikus múltjából vannak élmények, ha jól értettem. Igen, nekem nagyon tetszett ez az akció, szabad így fogalmazni, mert ugye maga a téma, a tartalom az azért sajnálatos, meg szomorú, de azért tetszett nagyon, mert tényleg nagyon jó volt. Tehát, hogy átütötte az inger küszöböt, ami azért nem egyszerű dolog a mai világban. És hát ami nekem nagyon tetszett benne még az, hogy végre a szociális szféra, mert ugye nem csak a bölcsődei dolgozók, hanem az egész szociális szféra lényegében nevében történt ez az akció. A szociális szféra is meg tudta egy picit magát mutatni. Az egészségügyel, hogyha a szociális szférát összevetjük, akkor azt látjuk, hogy még az egészségügy problémáiról tudunk, az egészségügyi érdekvédelmi szervezetek, szakszervezetek képesek a hangjukat hallatni. Azt most hagyjuk, hogy sikereket el tudnak érni a kormánnyal szemben, vagy sem. A szociális szféra még odáig sem jut el, hogy a társadalom számára érthetően megfogalmazza a problémáit. Nem hallunk róluk, lényegében így radar alatt maradnak a problémáikkal, ami nagyon szomorú. Én is itt a politikusi emlékeim, amikor idős otthonokat látogattam, akkor engem megdöbbentett a demencia problémája, amiről nagyon keveset beszélünk, és hogyha megnézzük ma már az idős otthonokat, akkor nem úgy néznek ki, hogy nénikék kötögetnek és bácsikák pedig kártyáznak, hanem egyre inkább elárasztja ez a probléma, a 21. század egyik nagy problémája az idős otthonokat, és nem tudunk róla, nem beszélünk róla, úgyhogy remélem, hogy akár ezen keresztül a szociális szféra nem csak ez, hanem számtalan más problémája. És ők miért ilyen csendesek vajon? Ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, én sem. Talán az lehet az ok, amiről az Anna célzott, hogy lehet, hogy mi sem vagyunk túlságosan fogékonyak, mármint a társadalom. Tehát egyszerűen a társadalom mi közöny apátia ezzel kapcsolatban még erősebb, mint mondjuk más szektorokkal kapcsolatban. Nem tudom, ez csak egy feltételezés persze. No, akkor azért is megyünk tovább, mert hogy egy összetett, bonyolult, de lehet, hogy hát ide nem élik a happy end szó, de szóval, hogy egy méltósággal végződő történetről tudunk most beszámolni. Szerintem nagyon sokan emlékeznek arra a bizonyos Turul szoborra a 12. kerületből, ami hát egy 15 éves történet, és nagyon-nagyon sok vita övezte pro és kontra, de most úgy tűnik, hogy Pokorni Zoltán polgármester talán egy olyan pontot tud tenni az ügy végére, ami után mindenki azt mondja, hogy ez egy kompromisszumos és jó megoldás. Röviden összefoglaltuk az előzményeket. Amiért itt vagyunk, vagy én itt vagyok, az, hogy ezt kimondjam, hogy egyek vagyunk a fájdalomban, a részvétben. Januárban könnyek között beszélt Nyilas nagyapjáról Pokorni Zoltán, a 12. kerület fideszes polgármestere. Pokorni akkor azt is elmondta, nagyapja 1944. decemberében elhagyta a családját, a nyilasokhoz csapódott, és a 75 évvel ezelőtti három városmajori tömeggyilkosságban meghatározó, aktív szerepet vitt. Most a Magyar Nemzet szerint a kerület önkormányzata első világháborús emlékművé nyilvánítaná az Istenhegyi és a Böszörményi út sarkán lévő Turul szobrot, és egy új második világháborús emlékművet készítetne a városmajorba. Az önkormányzat olyan szobrot szeretne, amely vallástól, nemzetiségtől, társadalmi hovatartozástól független lenne. Pokorni felkért három történészt, hogy vizsgálják meg, kik azok, akik népellenes bűncselekményeket követtek el, és így méltatlanok arra, hogy a nevük szerepeljen mind a jelenlegi, mind a jövőbeni emlékművön. Ungvári Krisztián híradónknak azt mondta, 16 olyan személyt találtak, aki hosszabb, rövidebb ideig a Nyilas párt tagja volt, közülük négyen háborús bűnökkel is vádolhatóak.
Hát szóval egész konkrétan ennek a négy embernek a neve, aki fönt volt az emlékművön, tömeggyilkosságokban vett részt, és 360 név, akik pedig a nyilas mészárlások áldozatai voltak, nem került föl erre az emlékműre, meg egyébként még ellenálló mártírok nevei is hiányoznak. Mennyire példaértékű ez a történet, ami itt most zajlik? Szerintem a leginkább az példaértékű benne, hogy merték kimondani, hogy hibáztak. Merték kimondani, hogy bocsánat, nem voltunk körültekintőek ebben a dologban. Én nem gondolok ebbe egyébként olyan nagy szándékosságot, mint ahogy ez sokan megpróbálták erre aggatni. Szerintem ez egyszerű trehányság volt, nem néztek utána ennek a dolognak, mert ezt a három történészt föl lehetett volna kérni korábban is, hasonló célzattal, nem is feltételezték, de épp a NER rendszerétől egy kicsit idegen, hogy valaki elismeri, hogy hibázik. Ugye nem nagyon hallunk ilyet mostanában. Ebből a szempontból az mindenképpen méltánylandó ez a fajta dolog, hogy próbálnak ezzel valamit kezdeni, nincs egy ilyen DAFKE beleállás, hogy csak azért is most már, ha úgy volt. Az, hogy most jó-e ez, hogy valamit átnevezünk, és akkor mostantól legyen az első világháborús, nekem ez ilyen pótcselekvésnek tűnik. Én a Turul szoborral kezdtem volna akkor mást, és nem a világháborúhoz kötni. Lenne sok egyéb más, ami ez lehetne. És akkor lehetett volna egy első világháborús és egy második világháborús emlékművet csinálni. Nekem a maga a megoldás az nem tetszik különösebben, de az eljárás az igen. Ugye itt a Turul szobor, mint olyan, az már akkor komoly vitákat váltott ki, hogy a Turul szoborral emlékezni, amit a nyilas mozgalom kisajátított, szóval itt nem csak az volt a hiba, hogy nem nézték végig az életrajzokat elég alaposan, és a történészek ezt is kimondták, hogy ez se fér bele. Ezért gondolom, hogy lehet, hogy trehányság volt benne, de az már csak azért volt benne, mert alapvetően a politikai üzenet onnantól kezdve, mert kit érdekel, hogy milyen név van rajta. Ez egy nagyon súlyos történet volt, akkor is és ma is. És én azt gondolom, hogy Pokorni Zoltánnak nem ez az első olyan alkalma, amikor megmutatja, hogy ő nem megy 100%-ba a NER után, hanem képes elvek alapján is politizálni és kiállni dolgok mellett, és én azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés volt, hanem is gesztus a részéről, hogy komolyan veszi, hogy itt hiba történt és változtassunk. A megoldással egyáltalán nem értek egyet, ez nem egy olyan kérdés, hogy akkor most kicseréljük a világháborúk számait. Tehát, hogy bocsánat, ha valaminek emlékművet állítunk, az egy fontos szimbólum. Az emlékezett politika nem így működik, hogy lecseréljük rajta a táblákat. Úgyhogy ez csak egy fél megoldás szerintem, amivel ő most él, és akkor mondanám azt, hogy minden tisztelettem az ővé, és teljes megoldást kínál, ha a Turul szobor történetéről, és az azóta is eltelt időről, illetve az, hogy mi történt, miért kellett, miért volt egy olyan politikai akarat, hogy pont Turul szoborral hergelje az embereket, nem csak az ott lakókat, nagyon sokan másokat is, akinek a Turul, mint szimbólum, az fájó. És ezekről kell nekünk beszélni. 21. században nem leszünk képesek egységes nemzetként viselkedni, ha nem vagyunk képesek átbeszélni a múltnak azokat a traumáit, amiről most például a Trianon 100 kapcsán is rengeteg ilyen fejt. És gondolom, hogy ezek nagyon fontos első pici lépések. A Turul, mint szimbólumnak a kérdését is ugyanígy nyíltan, tabuk nélkül el kéne kezdenünk kibeszélni. Na most itt Vona Gábor helyzete nagyon speciális ebben a beszélgetésben, mert hogy én visszaolvastam, 2008-ban nagyon-nagyon szenvedélyes beszédet mondott a Turul szobor védelmében, olyan mondatokkal, hogy felháborító a magyar gyűlölettől átitatott jogi okoskodás, és ez egy nagyon hosszú és szenvedélyes beszéd volt. Igen, ott voltam azon a demonstráción, ami ott a pro és kontra vitában zajlott. Annyit hagyd mondjak azért Pokorni Zoltán kapcsán, hogy ezt örökölte, ezt a problémát, ami egy komoly vitát kavart, tehát hogy ő ebbe lényegben belecsöppent, mint 12. kerületi polgármester. És én azt látom ennek a problémának, azt látom ennek az egész ügynek a problémájának, ami az egész magyar társadalom problémája, és ugye valóban az én helyzetem ebben speciális, mert hogy a probléma szerintem az, hogy törzsi módon gondolkodunk, és én is abban az időben egy törzsfőnök voltam lényegében, és törzsfőnökként beszéltem, és a törzsnek az a lényege, hogy minden, ami a mi törzsünkben van, jó és szent és hibátlan, és minden, ami a másik törzsben van, az rossz, hibás és bűnös. És ugye Magyarországon vannak ilyen törzsek, van a jobb oldal, a bal oldal, a liberálisok, a nemzeti radikálisok, és ezek között a törzsek között semmiféle párbeszéd nincs, és az a baj, hogy amikor szobrokat állítunk, akkor mindig az egyik törzs állít szobrot.
és az neki mindig egy győzelem, és a másik törzsnek pedig mindig egy vereség. És ugye, mivel a politikai többség alapján állítjuk ezeket a szobrokat, és nem valamiféle közmegegyezés alapján, ezt átéljük pro és kontra, mikor éppen ki van többségben az adott ciklusban, vagy az adott településen. Milyen jó lenne, hogyha megpróbálnánk olyan szobrokat keresni, vagy olyan témákat, amik túllépnek ezen a logikán. Tehát azért, hogyha már nekem nem tetszik az első világháborús ötlet egyébként, hozzáteszem, tehát díjazom az igyekezetet, de hát a Turul-szobor az egy, mi nem az Árpád-kornak, vagy a magyar középkornak, vagy a honfoglalásnak a jelképeként szerepel, tehát ilyen értelemben is egy ilyen kicsit... Ha már ezt a beszédet nem mondanál? Hát biztos, hogy nem úgy. Engem nem zavar a Turul-szobor sem, ahogy nem zavar egy Károly Mihály szobor sem, nem zavar egy Proászkott-Tokár szobor sem, az zavar, hogyha ezekről vitákat folytatunk, mert egy közel, hogy a Turul is az a baj, hogy az egyik közösség amellett érvel, hogy a Turul az egy szent nemzeti jelképünk, a másik közösség pedig azzal érvel, hogy a Turul jelkép alatt embereket öltek meg, és ez nagyon fájó jelkép sokak számára. És az a helyzet, hogy mind a kettőnek igaza van. És ezért nem feloltatatlanak ezek a viták, és itt nem egyik oldal győz a másik felett. És én ezért mondom azt, hogy keressünk olyan témákat, ott van a csodaszarvas, azt talán nem tudok róla, bár történész vagyok, hogy olyan nehéz érzelmeket váltanak ki. Meg hát, ha már szereplőkről beszélünk, ugye én említettem Károly Mihályt meg Prohászkát, tehát nagyon megosztó személyek, egyik oldal szerint és a másik oldal szerint, de van egy Hamvas Bélánk például. Nem tudom, hogy Hamvas Béla örülne, hogyha szobrot állítanának neki, de talán nem lenne sem jobboldali, sem baloldali felháborodás, és most biztos tudnánk még jó pár ilyen nevet mondani. Hát én azt tartanám fontosnak, hogy ebből a törzsi gondolkodásból valahogy, most idézőben mondom, provokáljuk ki magunkat. Tehát az értelmiség felelősségét szeretném itt előhívni, mert a politika nem fogja megoldani. A politika a törzsi logikára épül, a törzsi logikát használja. Azzal, hogy a Turul-szobrot állítunk, vagy ilyen és olyan szobrokat állítunk, a saját közegünket, a saját törzsünket tudjuk mobilizálni. És a politika ezt kihasználja gátlástalanul, ezért kell az értelmiségnek, ha már Benedek Tiborról, meg Bálint Gazdáról beszéltünk az elején, akik még életben vannak, minél többet tenni azért, hogy ez a logika ez nem működjön. Ja, akkor mégiscsak ott kellene kezdeni, hogy Anna mondta, hogy ki kellene beszélni. Abszolút. Hát először kibeszélni, és aztán utána megtalálni valami kompromisszumot. Való igaz, hogy ez a fajta törzsi politizálás, ez a végletek. Tehát ahogy te is mondtad, hogy ami nálam van, az tökéletes, ami a másiknál, az nagyon rossz. Tehát, hogy ez egy érdekes próba lenne, mondjuk azt mondani egy fideszesnek, hogy én most tőled arra vagyok kíváncsi, hogy mondd meg, hogy mondjuk a Momentum programjában mi az, ami neked tetszik. És ugyanez fordítva. És biztos vagyok benne, hogyha túllépnek az első, hogy általán az rossz, akkor találnának olyat, és lehet, hogy első lépése lenne annak, hogy keressük már a másikba azt, hogy ami összeköt, és ne azt, ami elválaszt. Igen, de ezért visszakapcsolni, mert nagyon egy dologgal tényleg vitatkoznék. Emlékezett politikáról beszélünk, nem a témák között kell válni. Nincs olyan, hogy én témám, te témát. Pont ez a probléma. Nincs olyan, hogy valamelyik oldalnak a témájával tegyük. A szimbólumok a kérdések. Van értelme olyan szimbólumot használni, független attól, hogy valakinek az egy ősi szimbólum, másnak egy fájdalmas, ha összességében nem a társadalom egészének nem ugyanaz szimbolizálja. A Turul-szobor kérdésre ezért kell beszélni. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy egyszer az valamikor egy pozitív szimbólum volt. De azt se kérdőjelezi meg ezek szerint a másik oldal, hogy egy történelmi esemény folytán az a szimbólum teljesen kifordult a valódi jelentéstartalmával. És el tudom képzelni azt, hogy a Turul újra szimbolizálhat egy nemzetegyesítő valamit, azután, ha ezt a vitát átbeszéltük. Vagy nem vitát, hanem komolyan vesszük egymás érzéseit ezzel kapcsolatban. És én emlékszem, ugye nem voltam akkor még politikus, jócskán nem, amikor ezt a szobrot állították, de a mai napig emlékszem arra, hogy itt a törzsi dolog úgy jött elő, hogy egyszerűen meg se akarták hallani egyik oldal, másik, ki a hangosabb. Csak a kérdés az volt, hogy amíg az egyik hangos és agresszív volt, addig a másik oldalnak olyan sebek nyíltak ki, olyan emberek mentek oda tüntetni, akik rokonaikat veszítették el ennek a szimbólumnak az árnyékában. És bocsánat, de erről muszáj beszélnünk. Független attól, hogy a nyilasoknak volt-e joguk felhasználni ezt a szimbólumot, vagy sem. Eltulajdítottak egy ősi szimbólumot. Hogy beszéljünk róla? Tehát, hogy nem látom magam előtt azt a mechanizmust, ezt mondom, hogy nem az értelmiségnek kell feltétlenül, az értelmiségnek alapvetően ez a dolga, mindenről beszéljen, persze. Például amíg a politikai elit nem beszél, amiből erről addig... Akkor Vona Gábor jött, hogy lehetett volna érzékenyíteni az áldozatok traumájára? Igen. Mondok erre példát, vagy megpróbálok. Egyébként nincs közöttünk vita, tehát nem ugyanarról beszélünk, vagy legalábbis én úgy értelmeztem. Én is arról beszélek, hogy ki kell ezeket beszélnünk egymással, de a gesztusokra van szükség, amire Attila célzott. Tehát föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a Turul jelkép alatt
történtek azok a emberiség elleni bűncselekmények, amik történtek, vagy egy politikai ideológia alatt, amely fölhasználta a turulmadarat. Ez egy nyilván egy tudom, hogy sokak számára, akiket nagyon komoly fájdalom ért, ez ilyen kekeckedésnek vagy szócséplésnek tűnik, de szerintem egy fontos szempont, és lehet, hogy mindig a másik oldalnak kell gesztust tenni. Tehát most tudom, hogy ez nagyon szörnyű, vagy nagyon nehéz, amit kérek, de lehet, hogy ha lenne valaki olyan, aki mondjuk a másik oldalon azt tudná mondani, hogy melyik a másik éppen? Azokat, akiket sérelemért, vagy akik számára félelmet ébresztő a turulszobor, akik azt tudnák mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a nemzet közösen ezt a ősi nemzeti jelképünket, mert az, ezt nem tudjuk meg nem történté tenni, helyezzük vissza abba a történelmi távlatba, ahol ennek pozitív, mindannyiunk számára pozitív szerepe van, és vegyük ki annak a politikai, történelmi gyalázatnak a kezéből, aki ezt felhasználta. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon nehéz, és talán még túl közel is vannak ezek az események az életünkhöz, meg mi kortársak vannak, akik velünk élnek, akik ezt átélték. Lehet, hogy ez még most egy lehetetlen kérés, lehet, hogy időnek kell eltelni. Ezért mondom azt, hogy menjünk vissza például időben, amikor én politikai pályafutásom után azon gondolkodtam, hogy mihez nyúljak vissza, pontosan ezért nyúltam vissza a másik reform, vagy a reformkorhoz. Mert a reformkor szereplői talán, ha időben elindulunk visszafelé, az első olyan időszak a 19. században, amire, hogy azt mondjuk, hogy Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák, Ferenc, akkor jobb oldaltól, bal oldaltól, liberálistól, nemzeti oldaltól függetlenül pozitív érzéseket vált ki bennünk, és ha ez így van, akkor ezekre kell építenünk, ezekre kell az emlékezett politikánkat alapítanunk, mert ha nem, akkor olyan vitákba fogunk belekavarodni, amiből nem fogunk tudni soha jól kijönni, maximum annyit fogunk elérni, hogy a sebeket pro és kontra újra mélyítjük, vagy sót hintünk rá. Az biztos, hogy a turulszoborra ráférne, meg magára a turul jelképre egyfajta rehabilitációs folyamat, de amíg mai napig vannak olyan szélsőségesek, akik használják ezt a szimbólumot, méghozzá abban az értelemben, ahogy a nyilasok használták, addig borzasztó nehéz lesz ez a kibeszélés, mert másnap jön szembe azzal, aki mondjuk tesz egy gesztust, arról az oldalról, és akkor azt mondja, hogy na de hát itt vannak a nemzeti arcvonaltól kezdve sok minden más, amivel én találkozok, és ugyanaz a turul, ugyanazzal a képpel. Ha esetleg azt mondanánk, vagy eljutnánk odáig, hogy ez is egy olyan nemzeti szimbólum, amit nem lehet felhasználni pártoknak, akkor az már lehet egy lépés. De azért biztos vagyok benne, hogy hosszú idő lesz, míg rehabilitálják magát a turulnak a jelképét. Abban azért mindannyian egyetértettük, vagy legalábbis mi hárman mindenképpen, hogy szerintem nem egy jó ötlet ezt átnevezni első világháborús. Abban igen. Igen, csak szerintem itt azért húzzuk alá, mondom, hogy ez nem csak az értelmiségnek van ebbe felülség és szerepe, hanem igenis a politikának, a politikusoknak, mert amíg politikai pártok arra fel, hogy különböző szubkultúrák milyen szimbólumokat, milyen értelemben használnak, politikai hasznot kovácsolnak, és nem csak a turulszoborról beszélünk akkor és most, hanem mondjuk a Fidesz 2002 körül a kokárdával, ami, bocsánat, de elvett egy szimbólumot valaki, egy csomó embertől. Az most már kezd rehabilitálódni, de még hosszú idő lesz. És ezért a politikának és a politikusoknak, főleg a politikai vezetőknek, főleg a kormányon vannak, elképesztő felelősségük van, és ezt a politikusoknak ugyanúgy szembe kell nézni, és megkövetni magukat, hogyha hibát követtek el, és úszítottak erre. De lejárt az időnk. Köszönöm szépen mindenkinek. Önöknek a figyelmet, most nézzék a híradót, aztán az egyenes beszédet. Szép estét.